nagyon nagy szeret hárva a Magyar Rádió zenei együtteseire, hárva eddig is, és hárva jövőben is. Ahhoz, hogy ennek a feladatának még inkább meg tudjon felelni, annak érdekében most három olyan lépést teszünk, amiről szeretném őket első kézből tájékoztatni. Az első és talán legfontosabb dolog, hogy ennek a megújulásnak és a hagyományokhoz való visszatérésnek a jegyében Vásárhelyi Tamás elvállalta, illetve felkérésünknek eleget téve elvállalta azt, hogy ő lesz a Magyar Rádió zenei együtteseinek főzenei igazgatója, amit ezután is szeretnék megköszönni Tamásnak. Nagy dolog ez a számunkra, hiszen Tamás 12 éve előtt már dolgozott a zenekarral hosszú idő keresztül, és a kapcsolata nem szakadt meg egy idő alatt sem, hiszen együtt koncertezett mind a zenekarral, mind az énekarral, de most nagy örömömre szolgál az, hogy egy olyan személy, egy olyan művész lesz az együttesek élén, aki én szerintem a megfelelő minőséget fogja tudni garantálni, idehazunk pedig remélhetőleg majd Európában is. A másik bejelenteni való az az, hogy, és ez is, ennek is rendkívül módon örülök, hogy az énekkar vezető karnagyi posztján Pad Zoltán folytatja a munkát, aki már egy éve dolgozik az énekkarral, és további 4 évre ő fogja irányítani az énekkar. Nagyon szépen köszönöm a is eddigi munkát, és én úgy látom, hogy nagyon jó felé halad az énekkarnak a munkája, és ebben kérem majd az ő további munkáját, és nagyon erősen számítunk rá. A harmadik bejelenteni való pedig az, hogy nem véletlenül ül itt rektorasszony, és köszönöm szépen, hogy itt van, hiszen itt most majd a sajtótájékoztató keretében egy háromoldalú megállapodást fogunk aláírni a zenei együttesek, a Zene Akadémia, illetve az MTDA között, amely együttműködés arról szól, hogy ez a három intézmény hogyan tudja egymás érdekeit mind jobban szolgálni majd a következő időszakban. Azt hiszem, hogy ez egy természetes együttműködés, tulajdonképpen már akár korábban is történhetett volna ez, de most érett meg rá, mint nálunk, mint pedig Zene Akadémián az idő, hogy ezt a megállapodást tett valahol hozzuk, és szeretnénk is ezt élő tartalommal kitölteni majd a jövőben. Köszönöm szépen a figyelmüket, és azt kérem még önöktől is, hogy hallgassák és nézzék a koncertjeinket, és én meg ígérhetem azt itt valamennyi mellében, hogy megpróbáljuk a legítéletében, lehető legítéletében kiszolgálni a közönség kívánalmait és elvárását. Köszönöm szépen. Folytassuk a sajtótájékoztatót, ugye hallottuk a három irányt, a három tételt, ezeknek a kibontása következik most. Köszönöm szépen dr. Szabó László Zsoltnak, az MTDA vezérigazgatójának a szavakat. Először az első rész kibontására szeretném felkérni Vásárhelyi Tamást. Hát, nekem mindig nehezemre se beszélni. Hát most megpróbálok röviden. És hát csak arra gondolok, hogy egy jó házasság elég ritka. Aztán egy jó válás, az már kevésbé ritka, de ami aztán a legritkább, hogy esküvő, válás, és utána megint esküvő. Hát ilyen, nem emlékszem, de sem a magánéletekben, sem a hivatalos világban az, hogy egy karmester ott van 12 év, aztán elmegy, aztán visszajön. Na most ezzel kapcsolatban Dorátinak a mondása, hallhatatlan mondásai voltak, mások is elmesélni nem tudja tartozni, így azért elmondom majd. Szóval az, hogy egy karmester ne legyen vezető, kevesebbet, mint 3 év egy zenekarnál, és többet, mint 10 év. Na hát én ezt a többet, mint 10 év megcsináltam, mert 12-t csináltam meg, és most azt nem akarom nézetezni, hogy miért hagytam ott a zenekart, de hát olyan vállásokra mindig megvan az ok, hát erre is megvolt az ok. Csak annyit mondok, hogy anyagi okok voltak, amik most nem szerepelnek, mert ugye rengeteg pénze van az országnak, a televíziónak, nem vettem észre, valami kis mosolyat látom itt a bokorban. Szóval
összedolgozni, akkor bizony széthúzás van, és akkor a román versekkel idézem, hogy egy éppen sárkány tőr csúnyán összevesztek. Rájuk szólt az anyja, de ők nem maradtak vesztek. Már egyik sem tudta, hogy mi veszett össze, ne avatott a többit önmagát is közte. Mint a tanúság szájba rágott tessék, minden fejtültek és vége teljes fejetlenség. Na hát most nem lesz fejtültek is, mert egyetértés van minden vonalon. Én a vezérigazgatóval vendégen ismerkedtem meg, és éppen arra gondoltam, hogy ha nem lenne egy vezérigazgató és ilyen pozícióban, akkor is rögtön tudnám, hogy legyen egy igazi embert, és rögtön azt mondom, hogy ez az én barátom lesz. Na most a Katival egy kicsit már véget az ismerességem, a Katival, de már csináltunk egy olyan görbeutat, mert elmentünk Erdélybe, és hát közben lerobbant az autóbusz, aztán várni kellett egy fél napot, és hát ezt úgy hívta át, hogy ahelyett, hogy zugolódás lett volna, pedig a zenekarban ez előfordul. Mindenki nagyon jól érezte magát, és hát egy kicsit ittas állapotok voltak. A Gergelyel a kapcsolatban pedig másiknak kapcsolatban, hát szóval remek vele együtt dolgozni, mert egy kombinációja a jó fejnek, a jó szívnek, és az, hogy jó nő. Szóval ezek mind összejönnek, és akkor, ja, bocsánat, itt van a feleségem. És ugye itt van a Popa Gergely, aki tulajdonképpen átvette a fákját az édesapjától, mert hiszen amikor engem meghívott a rádiózenekar, az első becske a zenekar részéről ő volt, illetve volt egy hangversenyem, sose tudom mondani, itt 92-ben volt, hol van a Gergely? Nagyon jó. De akkor volt egy koncertem a mondjuk 92-ben, és a zenekarra először dirigáltam őket, és zongoráztam is, és hát ugye az első próba olyan volt, hogy amikor hazamentem, kérdezte a család, hogy na milyen lesz a koncert. És akkor Csortos Gyulát idéztem a Tiborika lakáról, méltóságos kérem, botrány lesz. Hát mondom, botrány, nem lett botrány, hanem ezzel tulajdonképpen az alapjának, hogy meghívtak, és egy próba végén, de oda lehetett hozzám Popa Péter, a Gergely édesapja, nagyszerű heged is, a zenekarban a Gergely édesapja, a második legjobb szólamon, és mondta, hogy mit szól neki, ahhoz, hogyha hát, én ellenállnám, hogy legyek a rádió zenekarnak az igazgató. Amit rendkívül nagyon mondom, megdöbbentem, de csak azon nem döbbentem meg, hogy meg kellett döbbennem, mert egész életem ebből látni, amikor valamit nagyon vártam és nagyon kézenfekvő, hogy megkövetkezett, nem következett, teljesen váratlan, hogy történtek a jók is és a rosszak is. Úgyhogy ez azért nem vártam rá, mert amikor egy hosszú emigrációból hazajöttem az első feleségemre, és akkor hát el voltunk ragadtatva, hogy egy ilyen tanfogalról hagyta el Magyarországot 56-ban, és hát egy egész más irány volt akkor, és hát mondtuk, hogy itt kell, hogy itt lakjuk, és hát kérdezték a barátok, hogy na hát milyenek találgat Magyarország, hát fantasztikus, olyan, és mindenki mosolygott, hogy na hát, kitől én is így ilyen szépnek találja az országot, és olyannyira, hogy elhatározott, hogy itt teszünk is valamit, hogy itt le, abban végül mindenkinek nem ment az arca, de egy nap kiment külföldre, felszedte az aranyokat a járdába, most hazajön, és itt én meg elveszi a kenyeret törni. Hát erről szól nem. Tehát így meg tudtam győződni, de hogy hát itt, és soha nem fogok szerepet játszani, ez nem érez, de hivatalosan. És ebben meg is nyugodtam, és nem is lázadtam a gondot, de azért rendkívül meglepett, amikor ezt az ajánlatot kaptam. Ennyit mondtam a menedzseremnek, a londoni menedzseremnek, hogy legyőzött az egész világra szóló general menedzserem, hogy amikor megkérdezik, már mi a véleménye? Hát mondom, zeneileg én boldog vagyok, hogy magyar zenekarral dolgozhatok, és hát Magyarországon lesz dolgom, de hát engem meg tudnak ölni. Mert ide kerülök azok után, hogy kimentem és mondom, felszedtem a pénzt az aranyat, hogy utána ki. Hát ez nem következett be érdekes módon, hanem elindult egy nagyon kellemes munka a zenekarral, és mondhatnám, tényleg a legemlékezetesebb 12 éve az életemnek, ahol folyamatosan örömet lehetem a munkába, ami lehet, hogy az angol azt mondja, hogy ha szereted azt, amit csinálsz, akkor sose kell dolgoznom. Hát én ilyen értelemben nem is dolgoztam a rádiónál, és
tényleg az volt, hogy itt megtaláltam azt, amit egyébként többé-kevésbé, de majdnem minden a zenekarnál megtalál Magyarországon, hogy zenészek. Tehát a zenész az az, hogy nem csak a hangokat játsza, vagy húzza, vagy fújja, vagy üti, hanem közel van ahhoz, hogy miről szól ez az egész, mert ugye minden zene, az minden művészet, az költészet. Tehát mint hogy egy költemény mondanál el, legyen az tánc, legyen az hangszeres zene, legyen az, vagy pedig legyen az akármilyen irodalom, akár. Tehát az, hogy tényleg minden mögött ott van egy más világból egy szöveg, ami hát az író számára ugye szavakkal megközelíthető, zenész számára hangokkal. De nem a hangok az érdekesek, hanem hogy mi van a hangok mögött. Hát ez is adta ezt a sorozatnak a címét, amit beszélek, Virgiál a zongorán, hogy a zenei túl, mert engem ez érdekel, ami a zenei túlva, mit ad az emberbe, ami az emberbe, hogy én nem érdekel, hogy beszédigazatot, kedves ember, és örülök, hogy barátok lesz. Na, most nem akarom személyeskedni, hanem csak annyit mondok, hogy én végig az a 12 évig boldogultam a zenekarral, nem zenei, nem emberi dolog volt, hanem financiális dolog, hogy de azóta értem, hogy jobban én ott hagyom, szemekar, tehát többet fog tudni tenni, azt utódom értem, akik hát történetesen pontosan Fischer Ádám volt, aki most csinálja már napokat, hogy az emekar is azóta is nagyon nagy sikerrel, nem tudom hány éve. Úgyhogy amikor megkérdezett tőlem, hogy gondolkodni volt, akkor igazadtanám, hogy hát kit ajánlanék, mondtam meg az Ádámot. És hát ez én tényleg jól tapítom, azt aztán, hogy mi sikerült ebből, hát ezt nem mondhatom, hogy ezt ő idáig, hát nem úgy sikerült, hogy ő is gondolta, meg én is gondoltam, de hát ez más dolgok, sokkal történelmi jelentőségű dolgoktól függött, hogy mi sikerült és mi nem. Most a történet úgy hozta, hogy tényleg sikerült az, hogy az ilyen indulásnál már olyan pozitívumok vannak, hogy pontosan a financiális téren, tehát a megjelenés terén, ami nagyon-nagyon lényeges, ami hát egy záloga annak, hogy itt lehet egy gyümölcsöző munka a jövőben a zenekar, és én biztos is vagyok benne. Mert én azért bejártam a világot, és hát valami 150 zenekar dirigáltam, így különböző zenekarokat, és meg hát kell mondjam, hogy Amerikában éreztem azt, hogy micsoda nagy dolog az, hogy saját alkoholja, ami nem rabad, hanem valami nagyon jó márka, és a saját villájából érkezett oda meg, és elegánsan nem kell neki tanítani, csak éppen hogy próbálni. De hát ez meglátszott az egész attitűdben, és nem izzadságszabad, és küzdködést, hiányokban való életmódot nem láttam, és ennek megfelelően tudtak játszani. Tehát az igenis, amennyire a legfontosabb a zene, a művészet, na de hát ahhoz kell enni, és a világszámát fizetni. Na, hát szóval minden esetre ez is megvesz a zenekarnak, és ennek nagyon örülök, és nagyon hálás vagyok azoknak, akik már ezt lehetővé teszik, és garanciák arra a eddig működési alapján, hogy ez tényleg fog is menni, hogy a Szabó László hamarabb kapi, és Foka Gergely jó. Köszönöm szépen!